elkezdődött. Két ütemben valósul meg a Kosztolányi utca felújítása. Egyházüldözötti konferencia. Előadásokkal tárták fel a történteket. Látogatás. Landorhegyi is diákok ismerkedtek szerkesztőségünkkel. Ez az Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Há Horváth Gyula vagyok. 2022. november 24-e csütörtök van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Elkezdődött a Kosztolányi Dezső utca felújítása. A város történetének eddigi legnagyobb beruházása két ütemben valósul meg. Az elsőben megújul és kétirányú lesz a Balatoni úttól a Hunyadi utcáig tartó több mint 1,3 km hosszú útszakasz. 20 év alatt 16 ezerről immár 35 ezerre emelkedett a gépjárművek száma a városban. Emiatt már évekkel ezelőtt tervben volt a Kosztolányi utca kétirányúsítása azért, hogy tehermentesítse a Kossuth, valamint a környező utcákat. Az előkészületi munkákat már 2014-ben elkezdték. Rengeteg közművet felújítottunk, itt elsősorban szennyvíz és ivóvízvezetékekre gondolok. A Berzsenyi úti csomópontba, vagy éppen a Petőfi utcai csomópontba, vagy éppen a Balatoni útnak a teljes szennyvízvezeték rekonstrukciója valósulhatott meg egy 4 évvel ezelőtt. Nagyon fontos volt, hogy ezek a munkálatok időben elkészüljenek, hiszen tudtuk, hogy előbb-utóbb a TOP program keretében megvalósult ez a közel 1,3 km hosszúságú első ütemű beruházás. Itt fontos megemlíteni, nem csupán útpálya szélesítésről, szegélycseréről és új aszfalt burkolatról beszélünk, hanem nagyon fontos megemlíteni, hogy rengeteg közművet váltunk ki. Emellett megújulnak a lámpás csomópontok, új hírközlési és földkábeleket helyeznek el, az aszfalt burkolat alatt pedig pályaerősítő réteget raknak le. A Hunyadi utcától a Petőfi utcáig tartó villasor előtt pedig térköves járda lesz. Igen nagy kihívás az a kivitelező számára, tekintettel a forgalmi helyzetre, a rengeteg gépjárműre. Ugyan hivatalosan egy műszak ellenőrünk van, de úgy gondoljuk, hogy a város lakossága majd közel 60 ezer, mindenki műszak ellenőr lesz, és hát megpróbálunk annak a nagy kihívásnak eleget tenni. A befejezési határidő következő év augusztus 9-e, tehát szükség van arra is, hogy minden alapot és minden percet kihasználjunk, hogy ezt a nagyszerű feladatot az elvárásoknak megfelelően teljesíteni tudjuk. Régi álma valósul meg a városvezetésnek és a zalaegerszegieknek, ám ehhez a következő egy évben a közlekedők türelmét is kérik. A nagy templomtól egészen a vasútállomásig teljes mértékben felújítjuk, és két irányúvá is tesszük a Kosztolányi utcát. Északra a nagy templom felé továbbra is két sáv lesz, a másik oldalon viszont egy plusz sáv még létre fog jönni, tehát a déli közlekedés is meg fog valósulni. Az első ütem valósul most meg egyébként, tehát a nagy templomtól a Hunyadi utcáig. Ez összességében 1,3 km hosszúságot jelent, és ennek a ráfordítása közművekkel, csomópontokkal, aszfaltozással, mindennel együtt 1,8 milliárd forintot igényel. Viglászló országgyűlési képviselő elmondta, a település fejlesztési operatív program 450 milliós összege mellett jelentős részben kormányzati támogatással valósul meg ez a fejlesztés. Az első ütem várhatóan 2023. augusztusára készül el. A másodikat a jövő év tavaszán kezdik el. Ez érinti a Baross-ligetet, az Zala-megyei Szent Rafael kórházat, valamint a vasútállomás környezetét is. Ennek tervezett befejezési határideje a következő év vége. Egyházüldözötti konferenciát tartottak a Mindszentineumban. Az eseményen a megyeszékhely egykori plébánosának, a későbbi hercegprímásnak a megpróbáltatásait is felidézték. A programot a Városi Önkormányzat egy pályázat részeként hívta életre. Zalaegerszegen az elmúlt években már több hasonló rendezvényt szerveztek. Ezek céljaként a helyi identitás erősítését, a múlt jobb megismerését jelölték meg. Ezekkel a rendezvényekkel talán azt tudjuk elérni, arra tudjuk felhívni a figyelmet, hogy voltak az emberiség történelmében, a magyarság történelmében és az zalaegerszegiek történetében is olyan időszakok, amikor nem az összefogás, nem a szeretet, nem egymás segítése volt a domináns, hanem sokkal inkább azok a negatív értékek, amelyek egy egész nemzedék életét rossz irányba tudják kanyarítani. Azon kell dolgoznunk, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő. Az eseményen az 1945 és 1956 közötti időszak történéseit személyes példákon átmutatták be. Így esett szó egyebek mellett Mindszenty József börtönéveiről. A bíboros élete és tevékenysége a mai élők számára is példát adhat. Mindszenty atya életének egy nagyon-nagyon jelentős részét fogságban töltötte,
viszont ebből nagyon-nagyon sokan töltekeztek és erőt merítettek, és nagyon szép az, hogy nem csak akkor, amikor még az aktív időszaka volt 1945 és 48 között, hanem a börtön időszakban is, de később is a követség időszakban is tudták, hogy itt van. És aztán az emigrációban pedig 80 évvel a vállán körbejárta szerte a világot, hogy fölkeresse az ő magyarjait, ahogy mondta. Tehát az ő hitéből és az ő hazaszeretetéből nagyon sokat töltekezhettek szüleink, nagyszüleink, és az emlékén keresztül mi magunk is. Zalában az egyházi iskolák államosítása ebben a korszakban történt meg. Mindez azonban nem ment zöggenőmentesen. A sajtóban egy nagyon éles kampány, mondhatni hetz kampány indult az egyházi fenntartású iskolák ellen, ami aztán fokozódott, és az úgynevezett Pócs Petri ügyben csúcsosodott ki. Ezt követően Zala megyében megtörtént az iskolák államosítása, valamennyi felekezeti iskolát államosították, és azt mondhatni, hogy Zömében a falvakban volt ellenállás, városokban kevéssé, ott kisebb számban voltak jelen ezek a felekezeti iskolák, de a falvakban nem egy helyen komoly gyűlések, felszólalások, illetve tiltakozások voltak az iskolák államosítása ellen. Az előadásokon értekeztek még a kommunista sajtó és a katolikus egyház viszonyáról, a sajtó rágalmakról és perekről, s kitértek a szerzetesek papok megkurcolására is. Landorhegyis diákok látogattak szerkesztőségünkbe. A pályaválasztás kapcsán sok általános iskolából érkeznek ilyenkor ide a televíziós és rádiózás rejtelmeivel ismerkedni. Ma az intézmény fotó és média szakkörének tagjai pillantottak a kulisszák mögé. A hetedikesek és nyolcadikosok elsőként az Egerszeg Rádióban Gáspár Zsolt és Mihály Luca műsorvezetőkkel beszélgettek. Ezt követően tekintették meg a televízió stúdió díszleteit, ahol kiderült, van akinek régi álma, hogy a jövőjét itt vagy ehhez hasonló helyen töltse. Ezt még én elsőskoromban fedeztem föl, hogy engem ez nagyon-nagyon-nagyon érdekel, és azért jó itt lenni, mert megismerjük ezeket a tereket, hogy hol vesznek föl híradót, bármilyen műsort, és nekem ez nagyon jó, hogy itt körül tudok nézni, hogy pontosan hol fogok lehetőleg dolgozni. A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolában több évtizede van lehetőségük a diákoknak a médiával kapcsolatos ismeretek megszerzésére. Az elhivatottak Gedeon Tamástól sajátíthatják el az alapokat. 1999 óta van nálunk ez a szakkör, fotoszakkör, akik ugye csinálják az iskola televíziót is olyan régóta. Nagyon nagy az érdeklődés, különösen a 4-es, 5-es korosztály nagyon nagy számba jelentkezik erre, és most már tényleg évek óta csináljuk ezt a dolgot. Talán négyszeri alkalom is van évente, amikor készítünk egy híradót az iskolai eseményekből. A zalaegerszegi televízió örömmel fogadja a vendégeket. A stúdióvezető szerint fontosak az ilyenkor elhangzó visszajelzések, amivel az itteni szakembereknek a fiatalok is sok hasznos ötletet adnak. Mi örömmel vesszük mindannyian az itt dolgozók, hogy érdekli a munkánk a fiatalokat. Nagyon jó primer kutatásnak is beillenek ezek a látogatások, hiszen rögtön meg tudjuk kérdezni a gyerekeket, hogy hallgatnak-e rádiót, nézik-e a tévét, érdekli őket valami, szeretnének-e valamit látni nálunk pluszba, amit eddig nem láthattak. A rendhagyó óra természetesen az eszközök és a díszletek kipróbálásával folytatódott, végül pedig a vezérlő titkaira is fény derült. Nyílt napot tartottak a Pannon Egyetem zalaegerszegi központjában, ahol a résztvevők az intézmény képzési palettájával ismerkedhettek. Az oktatás felépítése jövőre sem változik, így továbbra is három főszakirányt indítanak. Sokan érdeklődtek a műszaki és gazdasági téren elérhető lehetőségekről. A vendégeket Németh István főigazgató köszöntötte, aki szerint a legfontosabb, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését. Céljuk, hogy tömören, ugyanakkor tartalmasan ismertessék oktatási kínálatukat. A hagyományos és új szakjaink is keverednek a műszaki területen belül, hogy a mechatronika mellett tavaly már elindítottuk a gépészmérnök képzést, idén elindítottuk a tesztmérnök képzést, az informatika területén a gazdasági informatika
informatikus és Karnizsával kooperálva a mérnökinformatikus képzésünk, a gazdaságtudományi területen pedig a gazdálkodás és menedzsment és a pénzügy számvitel is hozzátartozik egy picit a gazdaságinformatikus képzés. És ez az alapvető szakstruktúránk BSC szinten. A tavaly felvett diákok pozitív tapasztalatokról számoltak be. A közösséget és a duális képzést egyaránt dicsérik. Nagyon jó a tapasztalatom a tanárokról is, és a diákokról is. A duálisról annyit tudnék mondani, hogy én is duálisos hallgató vagyok, a kormányhivatalnál vagyok duálisos hallgató. Kapunk pénzjuttatást a munkánkért, heti egyszer kell dolgozni, évi 110 órának kell meglenni, és az is nagyon jó, sok szakmai tapasztalatot ad, kapcsolati tőkét. Az egyetemen az ismertetett kurzusokon túl felsőoktatási, szak, illetve pénzügyi mesterképzésre is várják a hallgatókat. A 2023-ban és 2024-ben jelentkezők számára a Pannon Egyetem alapszakjainál nem kötelező az emelt szintű érettségi vizsga. Elindította a nemrégiben megnyílt Protokoll és Diplomácia című kiállításra épülő programsorozatát a Göcsei Múzeum. Első alkalommal az ünnepi öltözködés volt a központi téma. A szakember szólt a külső megjelenés írott és íratlan szabályairól, miközben górcső alá vette az otthoni, illetve az alkalmi viseleteket. A híradások egy része most adventi fényekről és szépen díszített örökzöldekről szól. A karácsony hangulatát azonban nagy mértékben meghatározza, hogy az emberek mikor és mit öltenek magukra. A tradíciók öröklődnek, ezért az sem mindegy, milyen példát látnak a legkisebbek. A mai fiataloknak azt szeretném ajánlani, hogyha eddig papucsban, meg melegítőben üldögéltek az ünnepi asztalnál, most adják meg a tiszteletet az ünnep a karácsonynak, és vegyenek fel legalább egy szövetnadrágot ingel, a hölgyek meg a gyerekek valami kis ünneplő ruhát, hogy ezt lássák, ezt lássa az utókor, és ezt vigyék maguk után tovább. A ház asszonya kosztüm helyett választhat klasszikus szabású ruhát hozzáillő cipővel. Az erősebb nem képviselői a családi asztalnál mellőzhetik a nyakkendőt, de hangversenyen és vendégségben nagyobb az elvárás. Ott már lehet, hogy zakót is kellene a férfiaknak viselniük, a hölgyeknek egy nagyon szép, elegáns kis ruhácskát, a gyerekeket is ünneplőbe öltöztessük. Ez egy érdekes egyébként, mert rengeteg fiatal foglalkozik most, hogy viszi a gyereket karácsony előtt fotózásra. Na, azt a ruhát adják rá, amikor mennek vendégségbe, vagy leülnek az ünnepi asztalhoz. A többség úgy véli, a protokoll és a diplomácia távol áll a mindennapjaitól. Ugyanakkor az értékes műtárgyakból álló időszaki kiállítás anyaga megalapozza az ünnepváró sorozatot. Az adventi időszak ad ennek a témának egy különlegességet, egy külön aktualitást. Éppen ezért olyan előadás sorozat indítottunk el, hogy tudjanak az etikethez. A mi életünkben ugye az etikett van jelen, hiszen tudni illik, hogy mi illik, és az adventi időszakban ez fokozottan érvényes. Gondoljunk csak például egy céges partira, hogy mit illik oda fölvennünk, hogy ne legyünk túl, illetve alul öltözöttek. Jövő héten a karácsonyi teríték egykor és ma című programra várják az érdeklődőket. December elején gyermekek és felnőttek, muzeológusok, illetve dekoratőrök segítségével készíthetnek karácsonyi üdvözlőkártyákat. Az alapszakasz 8. fordulójában a Deac együttesét fogadta az Alakerámia ZTLKK kosárlabda csapata. A mérkőzés elején beragadt a házigazda, és számára a második negyed is rosszul indult. A Deac előnyhöz jutott. A félidő hajrájában aztán összekapta magát az ETL, majd a harmadik negyedtől megfordította a mérkőzést. A hazai játékosok a végjátékban is jól koncentráltak, és végül 84-79-re megnyerték a viadalt. Az ETLKK-val kapcsolatos hír az is, hogy a találkozó előtt a klub újabb támogatóval erősödött. Az Alakerámia sport és rendezvénycsarnokban tartott eseményen Török Róbert, az ETLKK Kft. Ügyvezetője, és Dormán László, a megyeszékhelyi Hidrokomp Kft. Ügyvezetője készfogással szentesítette a megállapodást. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden.
elkezdődött. Két ütemben valósul meg a Kosztolányi utca felújítása. Egyházüldözötti konferencia. Előadásokkal tárták fel a történteket. Látogatás. Landorhegyi is diákok ismerkedtek szerkesztőségünkkel. Ez volt az Alaegerszegi Televízió híradója 2022. november 24-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb pénteken este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!